Az Országos Könyvtári Napok minden évben egy közös mottó mentén szerveződik. Ezúttal a közös tudás, közösségi hozzáférés került középpontba. A könyvtárak az emberiség tudásának a kutfejei és megőrzői, ezt valljuk mindannyian nagy-nagy meggyőződéssel, és nagyon örülök személy szerint annak, hogy az idén ez a vezérfonalunk, mert a tudást megőrizni a világon a legszebb dolog, és átadni, illetve ennek a tudás átadásnak a módszereit kitalálni, ahogy halad az idő, talán egyre nehezebb. Idén erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. Az általános iskolásokat hétfőn és pénteken Turán István helytörténész képes előadása várta. Ilyen volt, ilyen lett Kiskörös képekben címmel. A másik nemmel és az igenekkel ismerkedett a kiskamasz korosztály szerdán Sohonyai Edit ifjúsági regényíró segítségével, aki humorosan vezette be a fiatalokat a nonverbális kommunikáció és az emberismeret világába. Ezt tartom fontosnak, hát ezen múlik az életünk. Milyen arcot vágsz, miközben szólsz hozzám, mitről árulkodik a tekinteted, a hangod, a szagod, a testtartásod, mert ezzel nagyon sokat meg lehet spórolni, sok idegességet, sok stresszt, ráadásul hát tini korban indul a szerelem. És a férfiak és a nők között nagyon sok különbség van, akármit is állít a média, hogy uniszex. Nem uniszex, hiszen még a melegek között is megvan, hogy ki az, akinek inkább férfias agya van, és ki az, akinek inkább nőies. Tehát ezekről a különbségekről nagyon fontos beszélni, hiszen most indulnak a párkapcsolatok, és nekem az a célom, hogy egészséges családok legyenek. Sohonyai Edit első könyvét, a Macska körmöt 18 és fél évesen írta. Azóta folyamatosan újabb és újabb saját átélt történetei alapján írt regények segítségével kísérli meg ábrázolni a kamaszkor szépségeit és problémáit. Engem arra tanított a főszerkesztő néni, aki felfedezett engem, Balassa Anna, annak idején, hogy hiteles történeteket kell írni. Nem habos-babos kis romantikus történeteket, hanem emberileg hiteleseket. És azt gondolom, hogy ha kamaszokról kell írnom, azt csak úgy tudom megtenni, ha rengeteget interjúzom a gyerekekkel. A helytörténet és a történelem iránt komolyabban érdeklődőket szólította meg csütörtökön délután Bella Tibor előadása, amely az 1848-49-es Kiskörösről szólt. Először is fogok egy olyasmit, hogy 1848. március 10-én mi történt. Utána a szabadságharcról, amiről beszéltem, tehát a nemzetőri harcokról, egyebekről meg végén három kisköröshöz kapcsolódó embert szeretnék egy kicsit röviden beszélni. Az egyik, amiről beszéltem, ez a Fekete Lajos nevű úriember, egy nő, az édesapja volt Kiskörös főjegyzője nagyon sokáig. A másik az Bódog János, kiskörösi plébános, aki szintén katonaként harcolt a szabadságharcból. A harmadik pedig Hajnóci Sámuel, evangélikus lelkész, ő Kiskéren volt evangélikus lelkész, és őt is bebörtönözték Józsefstadtban, meg egyéb börtönökbe járt. Ő Kiskörösön élt utolsó 10 évét, és ide jött a lánya, az már a lánya itt volt férnél. A hétvégére is maradt érdekes program a könyvtárban, hiszen pénteken olvasmányokhoz kapcsolódó fejtörőket oltattunk meg könyvjutalomért cserében, majd szombaton helytörténeti séta indul Júlia útján, amelynek során Turán István helytörténésszel járhatjuk végig a városközpontot.